Elképesztő. Ez elképesztő. Tudnilik, én ezt részleteiben láttam, tudom, hogy milyen elemekből rakódik össze, de hogy ez ilyen méretű, azt azért nem raktam össze magamnak, és azt meg pláne nem tudtam, ezt most látom először, hogy a TK-k által egy ilyen, nem is tudom mit mondjak, baldahinba van bele fogalmazva. Matyosovszky Zsolnai Zsófia, Zsolnai Vilmos ükunokája először nézte meg a rekonstruált Szent István termet, amely 2021. augusztusában nyitotta meg kapuit a budavári palota első felújított részében, a déli összekötő szárnyban, és amelyet a többi között a pécsi Zsolnai gyárban készült alkotások díszítenek. Szerintem nagyon jellemző a zsolnaiakra ez a, hogy mondjam, szinte habos díszítés, hogy de még ez is, de még az is, és hát nagyon szép munka. A Szent István termet Hausmann Alajos akkor egyik legjelentősebb építésze álmodta meg. Az 1900-as párizsi világkiállításon több díjat is nyert. Hausmann a magyar mesterek legjobbjait gyűjtötte maga köré, hogy együtt alkothassák meg a századforduló iparművészeti remekét. A helyiség berendezésén többek között Tékendre, Stróbl Alajos és Jungfer Gyula is dolgozott. A központi helyen álló kerámia kandalló, valamint a falakat díszítő királyokról és szentekről készült képek pedig Zsolnai Vilmos gyárában készültek. A Szent István tereme a II. Világháborúban pusztult el. Sok-sok év után a Nemzeti Hausmann programnak köszönhetően született újjá. Matyosovszky Zsolnai Zsófia gyermekkorában, miután szüleit börtönbe hurcolták, barátoknál, ismerősöknél, rokonoknál élt. 2 éves kora után került Pécsre, ahol nagyapja testvére Matyosovszky Zsolnai Margit mellett nevelkedett. Arról az időről is mesélt. Én bámulom őket, hogy mit tettek le, és hogy voltak képesek. És látom a gondolkodás módjukat, látom. És ez a Matyosovszky Zsolnai Margit nagynéném, őnála láttam azt, hogy vannak olyan programok, ezeket én úgy hívom, hogy Zsolnai programok a fejébe, amit nem is tud leállítani. Tehát például az, hogy ő engem hogy próbált nevelni, és hogy minden fiatalra az én generációmból úgy nézett, hogy ez mire lesz jó a műbe. Olyan apróságokból tevődött össze, hogy mondjuk például ennél a Matyosovszky Zsolnai Margitnál volt egy vitrin, amivel voltak zsolnai tárgyak. És én azt bármikor kinyithattam és kivehettem, bármit, mert ő mindig mindenkinek büszkén azt mondta, hogy nézzék meg ezt a gyereket, ez nincs még 3 éves, és soha semmit nem tör össze. Ez ugyebár egy zsolnainak biztos nagyon számít. Matyosovszky Zsolnai Zsófia a kerámia alkotásokat először mindig távolról nézi meg. Megsatszolja a korukat, az alkotót, illetve hogy milyen anyagból készültek pontosan. Szerinte a zsolnaiak abban mindig különlegesek voltak, ahogy a színekkel dolgoztak. Amit szinte föl se tudok fogni őszintén, hogy létezik az, hogy olyan mértékig kitanulták, hogy az, amit én most, hát azt tudod, hogy egész más a szín, amikor még nincs kiégetve, hogy azt pontosan oda tegyék úgy, hogy egy ilyen gyönyörű emberi arc jön ki ilyen finom részletekkel. Na most kezdem nézni a plafont, mert ugye ott is van zsolnaia, mint látom, nem is kevés, és ez ilyen kazettás elrendezésben, mint fantasztikus, gyönyörű, gyönyörű. És minden esetre ez a fának, ez a színe, ez nagyon jól passzol, nagyon jól kiemeli ezeket a türkiz és egyéb színeket, amit a zsolnaiak használtak hozzá. Úgyhogy megint csak azt tudom mondani, hogy pompa. Az újjászületett Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás a budavári palota déli összekötő szárnyában tekinthető meg.